Üdvözlőtéket újra itt a videómban, és a csatornámon persze. Hogy vagytok ebben a nagyon csúnya időben? Nem tudom, nálatok, felétek milyen idő van, de itt nagyon ködös, nyálkás, borongós, latyakos, nagyon csúnya. Nem szeretem ezt az időt, fejem is fáj, olyan semmi kedve nincs az embernek. Megjött az Avon csomag a novemberi kampányból, az első csomag. Hát, elég nagy késéssel, mert kedden kellett volna megérkezni, és ma csütörtökön érkezett meg. Több mint másfél hét mire ideért. A tegnap rendeltem még egy csomagot, ami szerintem jövő héten fog megérkezni. Így néz ki a katalógus, amelyikből rendeltem. A katalógus november 3-ától december 1-jéig, 9 óráig érvényes, úgyhogy még egy rendelést tettem, amik ilyen 20-a környékén jobban mondva fog megérkezni, és szerintem ebben a hónapban nem fogok már rendelést tenni ebből a katalógusból, de nem tudom. A doboz már megnyitottam, hogy ne zajongjak, ne keressem, megállítsam a videót. Közben leírtam a termékeket, megcsináltam a nyugtázó papírt, amit külön minden egyes vevőnek oda fogok adni, és így pontosan majd meg fogom tudni nektek mondani az árakat. Hát, csapjunk is bele! Kinyitjuk a dobozkát, a legtetején ugye a számla, a csekk, és így néz ki a rendelés. Na szóval, akkor kezdjük úgy, hogy kezdem a rendeléssel a megszokott módon, és akkor a végére hagyom a sajátomat, mint ahogy eddig megszokhattátok. Akkor rendelésre van egy Summer White Sunset kölni. Egy 50 ml-es kölni, 1499 forint volt. Ugye ebből van ez a narancsárga változat, van a kék változat, meg a sima eredeti. Nagyon jó illatuk van, fresh-es, virágos, nagyon jó illata van, elég tartós, ilyen 2-3 óra közt tart az én bőrömön. Van egy arcszörtelenítő, ami 899 forintba kerül, és 15 ml, tudjátok, hogy nálam is nagy kedvenc, én is nagyon szeretem. Az utóbbi időben nem nagyon használtam, mert nem volt rá szükség. A körmeimet ne nézzétek, mert nagyon le van nőve, de remélem, hogy a héten eljutok manikűröshöz. Nagyon szeretem, nem irritálja a bőrömet. Viszonylag 2 perc alatt hatóképes, úgyhogy én nagyon szeretem. Van még egy Clear Skin Avon Deep Purifying Tonic 699 forintért, és egy 100 ml-es tonic, mély tisztító tonic. Ezek a Clear Skin a ilyen teenager kategória, ugye, az Avonnál a fiatal bőrre. Van még egy Encanto Alluring, hoppa, ezt mindjárt elintézem. Ő a tanácsadói akciós füzetből van rendelve, 1999 forintért, ez a lila változat, ugye a katalógusban már nincsen, csak a két rózsaszín és a kék változat, a lila már nincs benne a katalógusban. És így, mikor megláttam az 1999 forintos árat egy 50 ml-es parfümért, a Encanto parfümért, úgy gondoltam, hogy szólok a vevőimnek is, a vásárlóimnak is, hogy ha szeretnék, én szívesen rendelek nekik, és így ő is kihasználta ezt az ezt a nagyszerű akciót. Ugyanez a vevő még vett egy hajolajat,
Advanced Technique-től a argánolajos hajolaját 30 ml és 999 forintért volt beszerezhető ebben a katalógusban. Tudjátok, ez a megszokott hajolaj, megpróbálom megmutatni, ez a megszokott hajolaj kis üvegbe, nálam is elfogytak videóban, többször láthattátok, nagyon szeretem, nagyon bevált. Ugye, azt ki szeretném jelenteni, hogy ugye mindenki tudja, hogy a töredezett hajvégeket semmi nem teszi helyre, csak az olló. Maximum egy picit frissebbé tudja varázsolni a hajat szebbé mosás után, de a töredezést nem lehet csak ollóval helyrehozni. És a utolsó termék, amit ezt a hölgy vásárolt, egy micellás arctisztító glél. Nagyon tudjátok, hogy ez nekem nagy kedvencem. Benne volt a kedvences videókban is, 180 ml és 1099 forint. Pompás kiszerelés, parabén, alkohol és szulfátmentes. Én nagyon szeretem. Nem habzik, nincs illata. Nagyon jó, nekem kb. Egy ennyikén van még a kiszerelésben, de ezt tiszta szívvel mindenkinek tudom ajánlani, aki most szeretne elkezdeni egy arcápolási rutint, főleg a érzékeny bőrűeknek szerintem ez nagyon jó változat lehet. 180 ml 1099 forintért. Igen, cicám! Szerintem egy nagyon jó változat. Így, akkor lássuk, mi a következő, amit még itten, akkor kezdeném úgy, hogy egy másik vásárlom is kihasználta ezt a Encanto-nak a akcióját, és ő 4 darabot vásárolt belőle. Gondolom jön a karácsony is, ugye, és ki szeretné használni ezt az alkalmat, így 4 darab Encanto parfümöt rendelt. Ugyanúgy 1999 forint darabja, és 50 ml egy parfüm. Mindjárt mondom, mert még lesz még egy, megérkezett Erik is ide hozzá. Következő, visszajöttem, csak Erik véletlenül felborította itt a állványt, mindent úgy, hogy egy kis technikai problémák történtek. Akkor mondanám a következő vevőnek a rendelését, és rendelt egy Katniss szettet, szerintem ez lesz, 1599 forintért, nem tudom, ha megpróbálom megbontani, hát ha sikerül. Ő egy 7 darabos fülbevaló szett, nagyon szépen be van csomagolva, ami így néz ki. Nagyon kis aranyos kis cicák, nagyon szép. 7 darab cicás fülbevaló 1599 forintért. És még rendelt még 2 szettet, aminek 1159 darabja, egyforma szettek, megnézem, ha ebből is meg tudok esetleg egyet nektek mutatni, és ez úgy van, hogy van egy fülbevaló, és hozzá 3 kis medál, amit a fülbevalóra lehet ráakasztani, igen, meg lehet. Ez lenne maga a fülbevaló, rajta már van egy ilyen kis... Várjátok egy picit, megpróbálok fókuszálni. Van már rajta egy ilyen kis kék minta, modell, és van hozzá még egy ilyen köves, és még egy ilyen sima kis aranyozott, nem tudom,
medál szerintem annak lehetne nevezni, és akkor így van a fülbe való három darab medállal, ami praktikus, mert ugye úgy néz ki mindig, mint hogyha más fülbe való lenne a füleden közben, meg ugyanaz, csak a medált váltogatod rajta. Ez így volt 1159, és vett két szettet belőle. A többi termék az már ismét megint saját termékeim, úgyhogy így lesz, megpróbálok titeket lejjebb hozni, és akkor rendeltem egy szett kicsi zacskót, ebbe 10 darab zacsi van, és 129 forint volt, és rendeltem egy szett nagy zacsit, ebbe 5 darab van, és 149 forint volt. Rendeltem 2 darab habfürdőt, ez újonnan jelent meg a katalógusban, 250 ml-es és 499 forint volt az akciós ára, amúgy 1000 forintba fog kerülni a decemberi katalógusban. Úgy szintén állatkísérletmentes, és ő egy bogyós gyümölcs narancsillat, megpróbálom megszagízni. Ú, de jó, érzik rajta egy kis fahéj, és ilyen kimondottan ilyen nagyon jó karácsonyi illat. Nagyon szép a csomagolása, nagyon tetszik, és ugyanúgy rendeltem még egyet. Sweet Vanilla Sugar, úgyhogy egy vaníliás illat lesz, ugyanúgy 499 forint és 250 ml. Őt a férjemnek vásárolta, mert ő szeret inkább a vanília illatot, mindannyian szeretjük. Megmondom őszintén, nem az a vanília illat, amire én számítottam, tényleg, hogy inkább ilyen karácsonyosabb, de nagyon kellemes illata van. Magamnak vettem egy micellás vizet, mert pont elfogy, amit most használok. Ugyanúgy ebből a suti, szerintem úgy kell ejteni, termékcsaládba való. Ez a micellás víz, parabén, parfüm, alkohol, szulfátmentes. Ezt mindig elmondom nektek, 400 ml és 1099 forint volt. Ugye ennek már mondtam, használom az arctisztítóját, ami nagyon jó, decemberi hónapban muszáj lesz vissza, újravásároljam az arctisztítóját. Hoppá! Jaj, bocsánat, eszet, mert fogyóban van, és szerintem még ezt a hónapot kihúzom vele, de már a decembert nem. Eriknek vettem egy levendulás tusfürdőt, 250 ml és 599 forintba került. Nagyon jó illata van, nagyon szépen habzik, nem szárítja a bőrt, és habfürdőnek is lehet használni, nem csak tusfürdőnek. Meglátjuk, hogy fog neki tetszeni. Újra vettem a rózsavizemet, amit nagyon tudjátok az Avancare-nek, ez a rózsavizes arctonikja, 100 ml 399 forintért vásároltam, nagyon sokáig elég, úgy szoktam, hogy bele szoktam tenni egy ilyen spricces üvegbe, és így ráfújom az... Bocsánat, csak Eriket hallgattam. Rá szoktam fújni az arcomra. Nagyon szeretem, nem szárítja a bőrömet, nem csípi. Nagyon jó, és mindenkinek tudom ajánlani, aki még nem próbálta, és egy kellemes tonikot keres az arcának, az próbálja ki, mert nagyon jó. Vásároltam még 2 kézkrémet, amit ajándékba szeretnék adni azoknak a vásárlóknak, akik 5000 forint felett rendeltek. Tudjátok, szoktam egy ilyen kis ajándékot adni mindig azonnak, akik 5000 forint felett rendelnek, meg 10000 forint felett rendelnek, mindig csinálok ilyen kis akciókat nekik, és ebben a hónapban ezt a kézkrémet választottam azoknak, akik 5000 forint felett rendeltek. Az akciós újságba vettem magamnak 899 forintért ezt a 200 ml-es
Nemesség cica, már megállt az eső. 200 ml-es body cream. Kávé. Illatú. Csukod be, kérlek, a bejárati ajtót? Csukd be, babám. És még nem használtam eddig sose. Most fogom először. Ide rá van szorítva. Amúgy egy hülyeség, ha megnézitek. Legalább tettek volna neki egy ilyen kis lehajtót, amit felhúzott, hogy könnyebb legyen megrontani. Hát így néznek ki a krém. Hát én mikor azt láttam, hogy kolumbiai kávéval készült, én azt hittem, hogy más lesz a színe, meg az illatán is érződni fog közben, nem annyira. Még nem használtam Planet Spa-tól ilyen testápolókat, úgyhogy 899 forintért úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és meglátjuk, hogy tetszeni fog-e, vagy sem. Ugyanúgy rendeltem még egy pár arc mintát. Rendeltem ettől a Suti termékcsaládból egy arckrém, kettő darab arckrém mintát. Mivel nagyon gondolkozok azon, hogy az egész arcápolási rutinomba bevezetném ezt a terméket, persze, ha jó. Mondom, a arctisztító bevált, most meg fogom próbálni a micellás vizet. Az arckrémből csak így vettem egy kis mintát, meg szeretném nézni egyelőre, hogy milyen gyorsan szívódik be az arcba, mennyire hagy ilyen ragacsos érzetet, mennyire lehet sminkelni rá, és hogyha minden jó, akkor megvenném a nagy kiszerelésbe meg kipróbálni, de amúgy inkább emellett az opció mellett döntöttem. És vettem még három darab ezt a dupla arckrémet, tudjátok, az egyik oldalán van egy ilyen sima fehér krém, és a másik oldalán egy ilyen kék, bocsánat, lila, zöld és narancsárga zsellé állagú valami szemkörnyékápoló, meg hasonló dolgok. És most ezt a lilából vettem három mintát, ki szeretném próbálni, megnézem, hogy milyen, és hogyha netán megéri, akkor lehetséges egy nagyobb kiszerelést is kipróbálni, de egyelőre nem győzött meg annyira így a katalóguson keresztül, hogy teljes kiszerelést vásároljak meg. Teljes kiszerelése 2499 forint, és akkor itt volna a lila, amit én vettem, és akkor itt vannak a kék, vagy nem tudom, miért meg vagyok áldva ebből a kéke, a zöld és a narancsárga, és azt mondja, hogy fiatalítós tekintetre válts varóra álmaidat, regeneráló peptidekkel. 90% a nőnek szerint azonnali tartós feszes hatás érhető el. És akkor úgy van, hogy például a narancsárgánál van egy feszesítő gél és egy feszesítő tápláló krém. Nem tudom. Lehet beruházok egyre, mert ugye a tanácsadói kedvezménnyel olcsóbb, jó áron hozzá lehet jutni, de először azt mondtam, hogy kipróbálom, a zöld nem volt mintába kapható, meg a narancssárga sem, mert ki voltak foszva a készletek, úgyhogy csak a lilát tudtam kipróbálni, és megvásárolni, kipróbáljuk, és majd az elfogytakban beszámolok róla. Van itten egy ilyen kis karácsonyi kiszerelés, tudjátok, ilyen kis mini újság, benne nagyon jó kis ruhákkal, pólókkal, karácsonyi dekorációval. Ha szeretnétek, hogy átlapozzuk a katalógust, így, akkor írjátok meg komment részlegben, és akkor csinálunk egy katalógus lapozást.
És akkor így nézne ki a decemberi katalógus, amíg december 2-ától január 4-ig érvényes ajándék öröme. Kíváncsi vagyok, hogy milyen akciók lesznek, karácsonyi szettek. Hoppá, már arcmaszkot is lehet az Avonnál kapni, ha jól látom. Igen. És ráadásul 800 forint használható arcmaszk. Szuper, ebből be is fogunk vásárolni egy párat, mert arcmaszkból sosincs elég. Ó, az új Wild Country parfüm 3200 forint, Isten jó illata van, nagyon jó. Szóval, ha szeretnétek egy katalógus lapozást, akkor írjátok meg a komment részlegben. Akkor a My Avon magazin, tudjátok, amiben a katalógus, amiben a tanácsadók tudnak akciósan vásárolni, és benne szoktak általában lenni a jövő katalógus, a következő katalógus újdonságai. F9, a önfigyelem napja. Tudjátok, ez a merrák, meg stb. Kampánya az Avonnak, és akkor még van a pici kis akciós újság, ami ismét tanácsadóknak van. Ebbe találtam a Encanto parfümöt is, amiért szóltam a vevőknek. Szoktam még, hogyha nagyon jó árakat találok bennük, amik esetleg a vevőket is érdekelhetni, akkor én szoktam nekik szólni. Ennyi lenne a videóm. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Jövő héten lesz még egy videó az Avontól. Az egy kicsit kisebb lesz, de abban is elég érdekes dolgok lesznek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A további szép napot nektek. Sziasztok!